Térjünk kicsit a nagy duetre. Már lement két élőadás, és nagyon jól szerepelt, hiszen olvastam a kommentekben, rengetegen mondják, hogy az egyik legjobb hangod neked van a műsorban. És te hogy értékeled így magadat eddig? Én mérhetetlenül örülök annak, hogy az emberek szinte negatív kommentet és hozzászólást még nem is láttam ezekhez a dolgokhoz. Nálunk ritka. Igen. Szóval nagyon-nagyon örülök, és tényleg óriási megtiszteltetés már az is, hogy szerepelhetek a műsorban. Ugye eddig még eléggé az elején tartunk, tehát ugye két adásnál. Most hát úgy látom, hogy a szervezők és úgy mindenki, aki ugye a háttérben mozog, egyre nagyobb feladattal ruháznak fel minket, ugyanis most a hétvégén egy Tina Turner számot kaptunk, és meg kell mondjam, hogy nagyon küzdök vele. Tehát, hogy állsz most? Hát úgy állok, hogy szerintem hangszárgyulladásom van. Nem tudom, halljátok-e? Nem, amúgy nem. Az elején is már egy kicsit. Tehát ugye mostanában annyi helyre megyek, beszélek, ráadásul valószínű, hogy rosszul beszélek, mert hogy megerőltetem a hangszálaimat. Úgyhogy ebből kifolyólag el is mentem egy orvoshoz, és azt mondta, hogy még pont időben mentem, és még pont meg tudom állítani ezt a dolgot. Úgyhogy igyekszem egy picit, tehát nem szeretném magamat megerőltetni, és inkább az adáson szeretnék magamból mindent kiadni. Úgyhogy most úgy vagyok ezzel, hogy esik, ahogy puffad, de hát, hogy csináljuk így, de nagyon-nagyon nehéz lesz, ugyanis most táncolni és énekelni egyszerre kell. És maga a tánc is azért oda kell arra figyelni, ráadásul ugye van egy akkora stressz, nem tudom, faktor, vagy nem is tudom. Természetes izgulás. Igen, tehát azért egy élő adásban ezt így mind kivitelezni, és az, hogy nem csak egyedül vagy, hanem ott van a duettpartnered, akivel kölcsönösen oda és vissza egymásért vagytok, és az, hogy én egy tényleg színvonalas produkciót szeretnék a hétvégére összehozni, úgyhogy nagyon izgulok, nem sokára megyek is a próbára, és igyekszem minden tőlem telhetőt kihozni. Mi lesz a mai feladat? A mai feladat? A próbán. A próbán általában ezek úgy néznek, ugye vannak énekóráink, a Tomival is próbálunk, összejövünk azon kívül, és kisfilmeket forgatunk. Tegnap este 10-kor például még koreográfia próbára mentem, a párom kísérte, mert annyira késő estére esett, hogy egyébként máskor nem tudnánk semmilyen időt úgymond így egymás társaságában eltölteni, úgyhogy tegnap este 10-kor még oda mentem, és akkor ma egy úgynevezett száraz próbánk van, ami úgy néz ki, hogy már a színpadon, de még hang és világítás nélkül, akkor így összepróbáljuk az egészet, hogy ki hova megy, miért megy és hogyan. És akkor ugye holnap már péntek? Ja, Istenem. Új. Igen, egyre közelebb van. Holnap már kamerapróba van, amikor is fénnyel, és hát egy majdnem nevezhetni főpróbának. És a szombatunk az hál' Istennek szabad, ott egy picit kifújjuk magunkat, és rákészülünk a vasárnapra, és akkor vasárnap pedig mindent bele. Úgyhogy ez egész pontosan így néz ki. Úgyhogy egész sok energiát képes ez így felőrölni, de úgy gondolom, hogy amikor visszanézem a produkciót, és amikor ott állok, és nyilván az emberek szeretetében így úszkálhatok, akkor azt mondom, hogy minden fáradtságot megér. És végezetül melyik adást érezted jobbnak, az elsőt vagy a másodikat? Hát szerintem ez nem kérdés, hogy az elsőt. A második adásról igazából nem is szeretnék, sőt megfogadtam, hogy erről többet nem is beszélünk. Erről azt kellett tudni, hogy nem igazán éreztünk magunkénak ezt a számot, tehát hogy ez ilyen nagyon kis nyári és ilyen, hát nem is tudom, hogy tudnék szépen. Kínlányos. Igen, igen. Egyébként jó volt, de nagyon nehéz volt megbirkózni ezzel a feladattal, hogy nem volt mögöttünk kvázi, hogy mondjam, tehát nem voltak háttértáncosok, volt egy kis hajunk, csónakunk, és volt egy pálmafa, tehát hogy nagyon nehéz, hogy mondjam, azt a nagy színpadot kettőnknek úgymond betölteni. Úgyhogy egy olyan műfajban találtuk magunkat, ugye az a bizonyos rappelés, amiben semmi sem pedig Tomi nem jártas, tehát ugye egy picit így nehéz volt, de szerintem ahhoz mérten egészen jól megküzdöttünk a feladatban. Tovább is jutottatok. Tovább jutottunk, ugye ez volt a cél, és akkor innentől már csak így felfele és határa csillagos ég, és hát remélem, hogy ez elegendő lesz, illetve nyilván próbálunk azért minél többet foglalkozni ezzel, és minél többet kihozni magunk. Úgyhogy remélem a döntőig ez jó lesz, mert most már szeretnék ott lenni, pedig még csak kettő adáson vagyunk túl. De hát akkor szurkolunk neked vasárnap, hogy ismét nagyon jók lettek, és akkor remélem minél tovább juttok a műsorba.